koncentrációs játékot játszanak a szekszárdi szuperhős táborban a gyerekek. A Babits Mihály Kulturális Központban immáron sok éves hagyomány, hogy minden év nyaranta megszervezik a tematikus táboraikat. Zengődi Miklós már visszajáró résztvevője a szekszárdi szuperhősök közösségének. Az idén azért jöttem, mert a múltkori egy élmény volt, és gondoltam, ma is az lesz, és így is lett. Volt azonban olyan gyerek is, aki nem a kaland kedvéért jelentkezett a táborba. Anya az, meg apa nem tudott szabadságot kivenni, mert kevés volt nekik, és azért vittek be erre a táborba. Pont emiatt tartja idén kiemelten fontosnak Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója a nyári táborok megszervezését, hiszen az online oktatás vagy az esetleges karantén miatt sok szülőnek nem maradt szabadsága. Azt mondja, már nagyon korán betelt mind a négy meghirdetett táboruk. Ha egész nyáron folyamatosan júniustól szeptemberig szerveznénk táborokat, azok is mind betelnének. Ezt kapacitás hiányában nem tudjuk vállalni, de jövő évtől fogva kollégáimmal is úgy beszéltük, hogy felveszük a kapcsolatot valószínű pedagógusokkal is, óvonőkkel is, és amennyiben tudjuk még a személyi állományt erősíteni, úgy lehet, hogy még nagyobb mértékben segítjük a város lakosságát is a táborokkal. Ez egy ágy madárember lesz, néz ki, én ütlöttem ki, és csak úgy kijött, aki egy király, és ez a koronája. Kézműves foglalkozás zajlik Tamásiban, már a harmadik turnusban szervezett helyi Erzsébet táborban, ahol csoportonként 26 gyerek vehet részt a város szociális intézményének szervezésében létrejött programban. Idén első ízben sikerült pályázati pénzt nyerni az üdülési program lebonyolítására. A gyerekeket szociális rászorultság alapján választották ki, akik térítésmentesen vehetik ki részüket a szolgáltatásból. Azok a szülők, akik esetleg amellett, hogy hátrányos helyzetben élnek, de azért dolgoznak, alacsony jövedelemmel rendelkeznek, nem tudják megoldani a gyerekeik nyári felügyeletét, viszont arra nincsenek anyagi lehetőségeik, hogy a gyerekeiket fizetős táborba több tízezer forintért hetente eljuttassák. A Család és Gyermekjóléti Központ szervezésében zajló Erzsébet tábor szakmai programját a szociális intézmény dolgozói állították össze, ám a lebonyolításban a szakdolgozók mellett számos középiskolás és önkéntes felnőtt is kiveszi a részét. De most jön a jobb egyenes, ugyanúgy kiütjük, ráfordul a hát. Nem lépünk jobb lába, csak a bal lábban és vissza. Mindig boxolni tanulnak a gyerekek a dombovári önkormányzati táborban, az Életva Nagycsaládos Egyesület által szervezett egyhetes napközis programon. A hét elején szakmai bemutatók voltak, ellátogatott a rendőrség és a tűzoltóság, illetve a cserkészek. Továbbá az Egyesület elvitte a gyerekeket Abaligetre kirándulni, ahol a Denevér Múzeumban és a Csepkő Barlangban is jártak. Mai nap sportnapunk van, most jelenleg egy box bemutató zajlik, illetve reméljük, hogy toborzás jelleget is ad a hetünk a gyerekeknek, tehát egy érdeklődést mutassanak, megpróbáljuk megszólaltatni a helyi szervezeteket, hogy vegyenek részt a hetünkben, és akkor így hát, hogy a gyerekek részt vesznek az ő edzéseikben, programjaikon. A kicsik szinte egyöntetűen azt mondták, hogy a Csepkő Barlangban tett látogatás volt a legjobb, de természetesen a többi programot is élvezték. Nagyon jó. Kézműveskedünk, így tornázunk, elmegyünk sportájára, tanösvényekre. Bátaszéken a héten napközis modern tánctábort tartanak. A gyerekek főleg hip-hop mozdulatokkal ismerkednek, úgy, mint egy igazi próbateremben, tükör előtt profi instruktorok által segítve. Anya mondta, hogy látta Facebookon, hogy van ez a tánc, és nekem akkor már megtetszett, és mondtam anyának, hogy szeretném, hogyha járnak, és azonnal beiratott, és nekem amióta vagyok, azóta nagyon tetszik, és új mozdulatokat tanulok. A kicsik reggel 8-kor kezdenek bemelegíteni, majd nagyjából délig minden nap gyakorolnak. Ebéd utántól délután 5 óráig ismét gyakorolnak. A nap végén pedig levezetésként a szervezők sorversenyeket tartanak nekik. Most nagyjából 30-an vannak az óvodás korúak és kamaszok egyaránt. A tábor vezetője azt mondja, a gyerekek az egy hét alatt nem csak a mozgás kultúra fontosságába kóstolnak bele, hanem a személyiségük is sokat fejlődik. A mozgás koordinációban nagyon sokat lehet náluk így fejlődni, ugye jobb kézbal kéz szabályokat meg lehet tanulni, a közösségi tér is sokat jelent nekik, hogy megismernek másokat, idősebbeket, illetve szerintem, ahogy látom őket, próbálnak a nagyokhoz fejlődni. Az országban nagyjából 800 különböző tábor zajlik a nyáron, ezeken mintegy 210 000 gyerek vesz részt.